Tehát hamarosan kiderül, hogy ki lesz majd Espinel ellenfele a felső ágon a legjobb, illetve az alsó ágon a legjobb nyolc között, és még az is elképzelhető, ha itt meglepetés születik, hogy megint összejön egy Espinel-Sutter mérkőzés. Ez ugye a csoportmérkőzések során összejött, és azt a találkozott Sutter meg is nyerte Espinel ellen 5-4 arányban. Úgyhogy ha már itt tartunk, akkor a csoportmérkőzéseken Sutter kikapott Wright-tól 5-4-re, és legyőzte Fallon Sharrockot 5-2-re, ami pedig Claytont illeti. Ő szenzációsan kezdett, mert az első két mérkőzésén gyakorlatilag söprést hajtott végre. 5-0 Gates ellen, 5-0 Vatimena ellen, és aztán a harmadik meccsén kikapott Damon Hetától 5-2-re, de így is az első helyen végzett csoportjában. Így van, egyébként nagyon érdekes dolog, mert ez majd a negyedik meccsük lesz egymás ellen hivatalosan, és mindegyiket Johnny Clayton nyerte, és azért mondom, hogy nagyon érdekes, mert 2012-ben játszották az első feljegyzett hivatalos meccsüket, ami még egy VDF Európa bajnokság volt, tehát az amatőr szervezet Európa bajnokságán, és ott 5-0 arányban nyert Johnny Clayton ellen Sutter ellen, ott nagyon sokat ugye Velszi válogatott volt Johnny Clayton. Hát ugye a mérkőzés esélyese természetesen Johnny Clayton, a fogadóirodák szerint is így volt, de ellen Sutter soha nem szabad, hihetetlen módon képes magát belehelyezni a mérkőzésbe, fölhergelni magát, majd lehet látni, hogyha nem megy neki, akkor milyen, hogy biztatja magát folyamatosan, tényleg egy nagy küzdő. Azért még egyszer természetesen Johnny Clayton az esélyes. Na és természetesen eddig a pillanatig fogadtunk el tippeket arra vonatkozólag, hogy melyik négy játékos jut tovább ma. Igen, lehetett látni egyébként, Laci nyújtotta a papírok felé a kezét, és lezárta a szavazást. Ott jön a tripla, a másik is benne. 180! Ezzel már kiszállón van, ugye? Nagyon fontos volt. Aj, de kár, 81, 129 a maradék. 164-re a skót. És egy tripla 20-szal kezd. Sőt, az is megvan! Ohó, micsoda kezdés lett volna pedig. 139-el. Az jó. Az nem. Kell még egy 16-os, marad a 40. 89 lett így a dobás. Hát így is Sutteré lehet a leg. Megvan, és két nyíl dupla 8-ra. Bedobja, és rögtön egy break leggel kezd. 14 nyilas leg, 107,36 százados átlag. Őt még megnézem a világranglistán, hogy mi lehet vele, hogyha ennyire, ha mondjuk Ellen Sutter nyeri ezt a... Fogadóirodáknál egyébként a négy, ez meg egy kis baleset volt, mint Espinel esetében. Tehát a fogadóirodáknál ez a legtutibb mérkőzés. 1.28-as szorzója van Claytonnak, és 3.35-ös Sutternak. Igen, tehát annyit kell azért tudni, hogy ha Ellen Sutter nyeri ezt a mérkőzést, akkor 124.000 fonttal William O'Connor mögé fog fölzárkozni majd a 37. helyre. Ugye Barneyval nagyon nagy előrelépés, Barneyval például 12 helyet javított a ranglistán, a világranglistán, és most a 38. helyen áll. Mm, 45. Össze kell azért kapni a magát Clayton, mert most már megint kiszállón van, ugye Sutter. Hatvanat dob, ezért nagyon mérges. Igen, 241-re kéne valami jó sorozat. Egy tripla nagyon kellett volna Sutternak az előbb.
De nem jönnek a nagy dobások Claytontól. 105-ös átlagom van Allen Sutton, és 86,44 százados átlagom pedig Johnny Clayton. Ez egy picit alámment, 74 maradhatott még, vagy átvár 14-esre. 14-es lesz, 20-assal lekerekít 40-re. Óriási szerencséje van, hogy ezt megtehette. De még... Na most talán elindul Clayton, az benne van. 136-tal 48 a maradék, ugye 48-at szeretett volna utolsó nyíllal dobni, de nem jött a tripla, 16. De nem rontja a 16 nyíl. 100,2-es átlagom jelen pillanatban a skót. Rögtön egy szektorhiba nyitásként. Na, 135 korrigálás utána. Nem dobott még duplára. Igen. Na, még egy kicsit lejjebb. Nem sikerült a tripla. Ott van. Megint szektorhibával. Látszanak a különbségek. Ugye még nagyon elején vagyunk, ezért a 135 nagyot dobott az átlagán Johnny Claytonnak. 100. Hú. 78. Nagyon jó. 19-esre kéne kezdeni, de Johnny Clayton nem fogja ezt tenni. Most, így most már jó. 97-tel 136 a maradék. Ennél jobb helyzetbe hozhatja magát Sutter. Bár az kellene két tripla. De nem ilyen. 48, 153 maradt. 136-ra. A Velszi. Ez jó, kell még egy. Az nincs, 16-os. 96-tal 40-re kerekít, 153, ugye ott látjuk. Nem lesz belőle kiszálló sajnos, csak egy jó kerekítés kéne. 113, 59-el 94-e marad. És itt az esély, hogy meglegyen az első leg Claytonnak. Hoppá, szektort is kell váltani, és nem dobja be. Bajban van most jelen pillanatban, Johnny Clayton látszik rajta, nincs az a kimagasló játék. Most bedobja, 44 pont, 12. Egy nyíla lesz a duplára. Nem, mert rámegy a 36-ra. Van jelen pillanatban. Ó, nagyon tudja nincs bedobni. Meg. Ezt most nem nagyon gondoltam, hogy arra fog kerekíteni. Megoldja! Ezt most kihasználta Clayton. Szerintem ő sem nagyon arra akart kerekíteni, mert utána nagyon újra számolás, újra tervezés következett. Mert 8-ra szeretett volna dobni, nem 16-ost. Azért. 36-ra szeretett volna kerekíteni. Na még kicsit oldalra lép. 140. Első nyíl a tripla, második is. 180! Ez nagy probléma volt, hogy hagyta, hogy még egyszer rádobjon Johnny Clayton a duplára. Allen Sutter, mármint az ő részéről is, a Sutter kedvelők részéről. Mert Johnny Clayton ilyenkor szokott általában elkezdi elhinni, hogy itt most több keresni valója van. Akkor mindig jobbat szokott dobni. Mondjuk most nem jött tripla. 19 kell még tripla, 2. Ebből nem lesz kiszálló. Ó, 43. Nincs tripla. De nincs, de hát azok után még kiszálló se lett volna, hogyha sima 20-as lesz. 18-asra kellett volna folytatni.
Ő is érzi. Látszik, hogy eléggé szenved. Igen, nagyon nem érzi magát most toppon. Bármikor változhat. 95. Igen. Ebből lett egy nem kiszálló. Itt a lehetőség. Egy triplába kettő. 24-e maradt, ha 180-at dob. 140-nel marad a 64. 165-re. 133-mal 32 marad. Ó, ide eldobta. 105 pont. Nál jár most. 80-nal 85-re tud lemenni. Megpla 8. Dupla 4. Hoppá! Hoppá! Kap egy esélyt, Suter. 17%-os kiszállózás. 20-as. És a dupla 5. Nincs meg! Ez azért megint nagy szansz volt. És persze ugyanaz a helyzet, volt egy lehetősége az előző legben is, és igen, akkor elrontotta, újabb esélyt már nem rontott el Clayton viszont. Száz-80! Közben ott lehet hallani hátul egy... Nem tudom, ami operaénekes. Operaénekes van ott benne. A tegcsasz alatt. Paul Potts is bekerült oda. Száz-80! Ez hihetetlen, hogy az illető. De jönnek a 180-ak rá. Ötödik. Összeütközött, rácsapódott és átlökte a tripla egybe. Most már csak Suterban bízhatunk. Már benne sem. Elhallgatott az opera énekes és nem jöttek a tripla. Tényleg azt hittem először rosszul hallott. Téged nézzek, azt hittem Kandi kamera. 60, 138 marad. Ú, de szép, 45-re megy rá, nem a búra, az is jó, 145-tel 36-ja marad. Ebből nem lesz kiszálló, 119 pontja van, az megvan, tripla 20. 98-al 40-re kerekít, de itt lehet még egy break, mert ez egy 10 nyilas lehet. Egyelőre nincs meg. Nyíl. Megoldja! És lezett Suter az első szünetben, 3-2 arányban Johnny Clayton ellen. A 180-akat előtt csalogató operaénekes barátunk valami nagy áriát énekelhetett a szünetben, mert nagyon-nagyon megtapsolták a nézők, miután a végére ért, vagy azért tapsolták, mert a végére ért, igen, de tapsot kapott, az tény. Egy kicsi fontos dolog Nathan Espinellel kapcsolatosan, csak egy kis statisztikai elem, az, hogy hogy alakult 2018-tól Nathan Espinellnek, hogy hányszor jutott be a legjobb 8 közé tévés tornán. 2018-1, 2019-3, 2020-1, 2021-2, és 2022-ben 3-szor sikerült már neki, úgy, hogy még ugye van egy Player Championship Finalunk, meg a világbajnokságunk. Úgyhogy eddig már túl teljesítette az eddigi éveit Nathan Espinell. 121-re 45-tel. Lehet, hogy azt tapsolták meg, hogy kivitték. Nem énekelte rosszul egyébként, nem volt. Nem. Nem tudom, hogy a nézők hallották egyébként ezt. 60. Nagyon nem valami jók, igen. Pedig. És itt látjuk azért, ezt is régen látunk, hogy Johnny Clayton 90 alatti átlaggal. 180!
Hozzáteszem, hogy 3-2 szutár vezetésnél is még Clayton tartották jóval esélyesebbnek, vagy tartják a fogadírólák. 1-52-es élő otca volt az ötödik öleg után, és 2-25-ös szutárnak. Még nem is néztem, hogy valaki mondta el, hogy szutár fog nyerni. Mert lehet, hogy Clayton, lehet, hogy segít a mindenkinek. Fogadni? Hát azért, hogy nem kell enniük abból a nem tudom miből, amit tenek. Sajtészta pucolatlan ruszlival. Bedobja a kettő nyíl. 4-2. Ez nem csak ez, hogy180! 60-as. Hatvan. 180 után megint egy 60. Na, visszadobja, teljesen egyformán fognak állni. 180! Ez jól játszik Suter. Bizonyám, hogy jól játszik. 99,65 százados átlagon. Százas. Kiszállónak, de teljesen egyformán jön. Most innen is egy százas, csak hogy olyan érzésünk legyen, mint hogyha benne lett volna felejtve az Indigo. 100, 161 mind a két játékosnál. Tripla, 20 kellett volna, nincs meg. Matluka Marci tippelt egyedül Sutert. És Hábicskó Csaba is, úgyhogy gratulálunk. Bármi nem gratulálunk. Nem tudhatjuk, Val, hogy csatlakozott. Valamit tudsz, tudod. Na, ahhoz gratulálunk, hogy ennyire bíznak Sutárba. Ó, és nem jön be a 104-es kiszálló. Nagyon közel kerülhet, dupla 6. Bedobja és 5-2. Azért ez az élő ott nem tudom mennyi lehet, de egész biztos, hogy átbillent Sutár javára. Marci és Szabolcs? Ők még ehetnek abból a jó kajából. De, eddig? De még várjunk, hát még kell tippelni a többit is, meg hogy kinyeri a 81-es tornát. Ez még csak a ruszli farka. 180! Most már ebből is 4-4. 8. volt a meccsen. Fönnmarad. 180! Szép! És megint 60? Minden 180-as kezdés után 60-at dobott szinte Johnny Clayton. Csak mondom, hogy 20 pont van az első 9 nyílva Ellen Sutár javára. 118-117-es első 9 nyíl, és 98-as pedig Johnny Claytonnál. Most már azért nagyot változott az élő ott. 1.37 Sutárra és 2.6 Claytonra. Sima 20-as kell. Meg kell kérdezni Johnny Claytont, hogy nem-e találkozott a Schwabival véletlenül, nem volt vacsorázni. Hát ott volt az a nem a te napot című. Ja, az a hirtelen jó. 100-as, és na nézzük, 6-2 ért a dupla 20. De 100-as átlag fölött, 100,27 század. És simán megdobja. 13 nyilas leg.
100,44 százados átlag, 6-2-re vezet. Johnny Clayton 91,76 százados átlagon. 140, ezt mondjuk följebb vitte most 93-ra. Ez most fájt Suternek ez a kör. Ó, mind alá megy, 60. Ez 3. De nevér volt. Igen. Pedig ilyenkor röpködniük kellene este, sötétben. Ötös. 85. Ahhoz képest, hogy Johnny Clayton kezdte a tornát, nagyon-nagyon megszenved most magával. 99-el 300, még nagy előnye van. De ezt neki 6-4-re kéne menteni, és úgy elmenni szünetre. 60. Látszik, hogy szenved Clayton annyira. Az arc kifejezése ezt tükrözi. Most is láttad, hogy... Sopánkodott ezen az egészen. Hopp, az egy 41-re sikeredő kör. Nagyon jó. Az is! Ó, de szép volt, majdnem összejött. Meg is tapsolja a közönség független attól, hogy a duplát nem tudta megdobni. 137-tel 122-je maradt, 36-ra tovább. Dupla 9. De messze ment. Bedobja! 3. Ez rettenetesen kellett. Tehát Szutárnak megvan a kellő előnye ahhoz, hogy ha végigviszi saját nyertlegekkel, akkor... 7-3-mal elmenni. Mindegy, hogy 6-4 vagy 7-3. Főleg nem úgy, hogyha 6-4, akkor utána Johnny Clayton fogja kezdeni majd a... Visszajöttek a leget. A 11-et kasztatta, pedig 140. Nagyon jó kezdés. Az is 140. Százas. A 140 folytatja a 140-es köreit Clayton. Na most nagyon jó helyzetbe hozza magát Clayton. Kipattan. Még így is. 101 marad. Szutár szurkolók. ...144-124-e van ezzel a... Igen, az a tripla nincs. Oha! Igen. Kilenc. 32. Nem dobja be, meg itt mellé megy. Cível, még a drótot is érintettek. Így van. Ívőről. 104-et kell megoldani, és akkor 7-3 lehet. Azért kellett volna az a tripla Suternak az előbb. Mindig. Így, így nem lesz meg. 88, bocsánat, 16 marad. De közel. Megoldja, és egyre jobban zárkózik Clayton. 6-4, gyermennek el szünetre, de még mindig kétlegnyi előnye van Suternak Claytonnal szemben. Megmutattam Medinek a nyereményt.
a Facebookon az olcsó, de kiadós receptek topikban meg lehet nézni, hogy milyen finom étel vár arra, aki eltalálja, hogy melyik négy játékos jut tovább, illetve ki lesz aztán a torna győztese. Jó étvágyat előre is már. Ha valaki fogyókúrázik, akkor önneki ajánlom, aki nem, az ne nézze meg. Na nézzük, hát zárkózik Clayton, de most megint a kérdés, hogy vajon kire milyen hatást gyakorolt a szünet. 6-4-re vezet, ugye Suter, úgy térnek vissza, és Clayton kezd. Hatvannal. Kilencvenhét rá válasz. Százas. Vért izzadva tudja tartani csak a tempót egyébként magához képest gyengébb játékkal Johnny Clayton, igaz? Tehát látszik rajta, hogy annyira... Ez viszont most nagyon jó. Fölé csapja. Százas. Húha. Becsúszott egy rossz kör. Itt meg becsúszik egy szektorhiba. Hát ez sem túl jó áron. 196 maradja marad. Ugye itt van az első részben a kiszállózás. A második rész kiszállózása. Tehát még jobban, még visszaesett a kiszállózása Johnny Claytonnak. Ezt utána viszont tartotta ugyanazt a 43%-ot. Ez nagyon szép, ott 56 pontja marad. Na. Nagyon jó. 180! 70-re megy. Tízes. Nem jött késő, mert elront két duplára dobott nyilat Clayton. Mert nincs meg a tripla. Ennyi, így aztán a duplára. 18-ból bedobja! 7-4. Megint visszaáll a háromleg. De megint egy breakleg volt. 6 saját kezdés, 6 leget kezdett eddig Johnny Clayton, és abból 4-et megnyert Alan Sutter. Válasz a 93-ra. Itt van, amiről beszéltem, látod? Jó. Egy picit alá megy. Nem vár. De ott jön a tripla 18-ban. Meg a keze Suternak. 98-as, 176 pontja marad. 18-as. Óha, szektort ront. Ez is nagyon nagy hiba volt, 181-e marad. Ellene az a tripla. Megvan, 100! 76-ra megy le. Húha!
Nem áll jól a szénája Claytonnak ebben a legben sem. Nagyon érik a meglepetés. 20-ason fönnmaradt, hogy mosolyog rajta, megvan, és a dupla 18. Azt nagyon túlhelyezte, túldobta. 136-ra Clayton. Első tripla megvan, második is megvan, dupla 8. Bedobja! 136. Honnan nyeri meg ezt a leget? Most nem hibázta el a duplát. Tehát eddig mindig elhibázt ezekre a 120-os kiszállókra duplát. Emlékszel? Igen, 32 igen. Belül. Drót 16, megint belül drót 16, hogy megtapsolja, de szimpatikus. És ezek szoktak lenni azok a pillanatok, amikor fordulhat a kocka. És most 140-es kezdés. Milyen hatást gyakorol ez vajon Sutára? De Claytonra nyilvánvalóan pozitív hatásra lesz. De kijön. Kijött Johnny Claytonból. Bizony, Sutter bizonytalanítja. De még mindig break előnyben van, azt ne felejtsük. Fú, de elkapta most Clayton. 140 megint. Et megjobbja Sutter is. Hát most a kegyetlen jó játszik. 123, 98 pontja maradt. 3-2 triplás kör. Igen, ebből is kellene még, nagyon jó. Azaz, lesz 171. 133-mal 170-e marad. 98-ra. Tripla 18, az megvan, dupla 12. Ó, de beindult a játék, 98-as kiszálló, 12 nyilas leg. Egy leg különbség van már csak Sutter javára. Igaz, hogy Sutter kezd. Ez egy közepes kezdés mondjuk. Hat kettő volt, ne felejtsük. 100. Alá, a 19-es alá. nem jön, 57. Most látszik rajta, hogy most valami gondolat olyan, ami nem tetszik neki nagyon. 140. Olyan gondolatok járnak a fejébe, ami most nem jó. Kellenének a triplák, most látod, rendszeresen alá megy a tripla. Az most jó, tripla 19. Kettői 134. Ebből a gödörből most ki kellene mászni a skótnak, ami belelőkte a 138-as kiszállóval. Igen. 140, 136-ossal. Oda nagyon jól játszik most Johnny Clayton. Jön fölfelé, ugye láttuk az a 11. legtől, hogy milyen átlagot dobott 101 fölött. Még a 20-as is jó. 18-as is jó. Megvan. 114-re megy le. Most nincs meg a tripla. Az sincs meg, vissza tripla 20-asra, az igen, 97-tel marad a 24. Kellene egy tripla Sutter. Meg kell oldani a 114-et, nincs mese. Megdobja, egy nyila lesz. 18. Hát ha csak nem ront. Megvan, és a dupla 18. Megdobja a 114! Yeah. Ilyen meccset játszanak, Sunyin, Sunyok, Clayton. 8-6. Én bírom Claytonban nagyon, tehát képes lepacsizni ilyenkor, hogy ott volt az egyenlítés előtt. 99. És bedobta a 114-et. Jó kezdés. Így kipattant. 120. És egy 120-as kezdés. 99-re.
Ez nem jó. Hát jónak jó, csak nem tripla. 8. Nézd meg, és most Jolly Claytonnak ült rá egy kicsit a gond a polvállára. De a kettő óriási nagy küzdő. 140. 120-141 előre Suter. Most kellett volna 180. 40 pont. Nagy a baj. És ebből lehet eszében a kezdés. Hát főleg úgy, hogy utána Suter kezdhet a győzelemért. És jön a tripla lent. Sincs benne, csak a harmadik. Nincs szállón. Van 6 nyila a skótnak. 1. Az is jó. Dupla 18. Hó! De közel volt. 132 dobott, marad a 18. Egy dupla ott volt már ahhoz, hogy 9-6-ra vezessen. Most figyelni kell, mert páratlan duplára kell dobnia. Most nem dobhatja belőre, nem is dobja, beledobja. 9-6, újabb break leg, és a 8 közé jutásért kezdhet most Suter. Igen, hát most a következő, a Jolly Clayton bármit szeretne, 4 leg lehet még maximum. Most, és egyet se bukhat el belőle. És az egyik legnagyobb meglepetés születhet most itt a legjobb 16 között. Jó kezdés eddig. Nagyszerű 140. Kezdés, 140. 98,3-os átlagon van a skót. Megint összejöhet az Espinel-Suter csata, ami a csoportmérkőzések során összejött. Kegyetlen a skót. De minden mutatóban jobb egyébként. Egyedül a 100 pluszos a kisebb, de hát akkor is kiszállóban. 140. Amennyire lehet, azért próbál lépést tartani vele Clayton. Hát ha elront egy kört. 60. Van, ez most egy lehet, hogy egy kis probléma. Száz hatvanegy. Lehet egy formát. Megvan a tripla, az egyik. A 17. Megvan a másik. A bull. De közel volt pedig. Na, ez egy 161-je befejezte volna a meccset. Nem lett volna semmi. Ebből nem lesz kiszálló. És az óriási esély arra, hogy meg is nyerje Suter a meccset. Két meccsnyira lesz. Egy már volt. Lehet, igen. Mi történt? Nem, de ezt most nem pont lenéztem, hogy nem láttam, hogy mire dobott. Dobott egy dupla 9-et, igen. És akkor most a meccs nyíl. Nincs meg egyelőre. Ekkora hibát. Dupla 9. Egyes! Ó, ezt most eldobja. Üdül eldobta. Újabb 3 meccsnyila van Suternak. Becsukott dupla 17-tel! Megkapja a sanszot Clayton megint! Egészen döbbenetes hiba. Megoldja. Megcsinálja. Már vége lehet a Suter számára a meccsnek. Ekkorát rontani, na ez mennyire marad benne meg vajon? Es kezdés. Milyen lesz Suteri hátsó pályán? Sima 20-assal kezd. 60.
Nincs ez még lefutva egyáltalán. Kipattan! 120! Másodszor játsza már el a kipattanóval. Onnan lehetett látni, hogy a hegye ott volt a tripla 20-ban a kipattanó nyílnak. 96. Százassal. Ide elég ez. Hozzék, igen. Megvan a tripla 20 Claytonnak. Újabb tripla 20-at dob. 174-gyel kerekít 36-ra. Itt pedig egy tripla 1. 83 a dobás, 138 marad. Dupla 9. És megoldja, és ezzel 9 jót, és most nagyon higgadt, és nem forró fejjel kell odaállni a Suternek, és azon morfondírozni, hogy mi lett volna, ha bedobja a meccsnyilait. Ezt el kell felejteni, már amennyire ezt el lehet felejteni, persze. Százas. Jó alakul, csak hogy izgalmas legyen egy picit. Kilencvenhét. Nem jött senkinek két tripla. Ez egy nagyon jó. Jó kezdés. Az alá megy. 134! Nagyon magabiztos most. Leváltásnál szektorhiba jön. 86-os. Megint tripla. Százas. Kiszálló van már, 160. Nincs, három triplát kell dobni Jolly Claytonnak. Picit fölé megy. Ott sem jön tripla. 96. Na most. Ha nem is fejezi be most, a következő három nyillal kell befejezni a Suternak, de... Nem, csak kerekíteni fog. Igen. 131-gyel 36-ra kereki. Tökéletesen előkészíti számára, maga számára a duplát. És akkor újabb három meccsér Suter kezében. 54-es maradék. Ez nagyon magasan fönnmaradt Clayton. Dupla 18. Bedobja! 10-8-ra megnyeri a mérkőzést némi túlórával. Hát ezt nagyon megérdemelte most, megmondom őszintén. A mai nap jobban játszott sokkal, mint Jolly Clayton. Nagy hibákat túl tudta élni, kiszálló hibát, és a legjobb 8 között van. És Espinel Suter lesz a legjobb 8 között, ráadásul ugye a csoportmérkőzésen is Suter legyőzte Espinelt 5-4-re. Na tehát fél időhöz érkezünk, hamarosan jön a Fangerven rock összecsapás.